Szép estét kívánok, köszöntöm Önöket a társalgóban, Finisben a könyvtár költözése, számos programa, költészet napján és húsvéti készülődés. Ezekkel a témákkal várom Önöket, és persze játékkal, ahogyan múlt héten is játszhattak velünk. Akkor azt kértük Önöktől, hogy írjanak meg nekünk legalább két olyan várost, ahol a Varga Balett táncműhely oktatása folyik. Ez lehetett Makó, Hódmezővásárhely vagy Szeged. A helyes válaszadók között sorsoltunk, és már láthatják is a neveiket a képernyő alján. De ne búsuljon, aki nem nyert, hiszen ma is van lehetősége játszani velünk. A helyes válaszokat a 06 34 47 14 64-re, vagy pedig Facebook oldalunkra várjuk. Ma azt kérjük Önöktől, hogy írjanak meg nekünk két olyan szimbólumot, amely a húsvéthoz kapcsolódik, és nyerhetnek tőlünk a Makói moziba belépőt, a Hagymatikumba, a Szegedi Nemzeti Színházba színházjegyet, ezen kívül a Silver étterembe 2000 forintos utalványt sorsolunk, valamint kézműves tojásokat is adunk, mégpedig a Maros Vidék baráti társaság felajánlásában. Ők készítették ezeket a gyönyörű hímes tojásokat, meg is mutatjuk, hogy hogyan, úgyhogy érdemes lesz velünk tartani és játszani. Már is kezdünk! Picit több, mint kettő év kellett ahhoz, hogy városunkban megépüljön Makovec Imre egyik utolsó terve, a könyvtár, mely a gondolkodás, a közösség és a szellem központja lesz. Az előző épület bontásától, az új első kapavágásán át végigkövettük az építkezést, melyet most képekben Önöknek először meg is mutatunk. Az iménti képekben láthattuk, hogy kezdetektől napjainkig milyen csoda született, és ebben a témában is érkezett mai első vendégem, Szikszai Zsuzsanna, József Attila könyvtár igazgatója és a múzeum igazgatója is egyben. Szia, szép estét kívánok! Szervusz, jó estét kívánok! Hát először is kíváncsi vagyok arra, hogy milyen érzés volt akkor, amikor így folyamatban napról napra besétáltál ebbe az épületbe, és gondolom, hogy egy teljesen más volt, amikor már feltették rá ugye a koronát, gyakorlatilag becsukódott az ajtó mögötted, és azt lehetett mondani, hogy készen van, mert hogy már most ugye a költözés is zajlik. Milyen érzések kavarognak benne, Zsuzsi?
Hát ez egy fantasztikus élmény számunkra is, illetve a könyvtárosok számára, a kollégáim számára. Ugye látványterveket láttunk, és tudtuk, hogy mi fog születni, de azért amikor így teljesen elkészül, akkor csodálkoztunk rá, hogy milyen gyönyörű, és milyen nagy, és milyen tágas, és mindennek lesz helye, és hát ilyen gyönyörű környezetben dolgozni, és ebben az építkezésben, vagy beköltözésben, átvételben részt venni, ez egy tényleg nagyon szép feladat, nagyon megtisztelő, és hát nagyon jó érzés. Fantasztikus volt látni, hogy a semmiből nőtt ki ez az épület, és ilyen gyorsan, hát én mindig csodáltam az építészeket, de hát most meg főleg, és hát, hogy ez a miénk lesz, az a városé lesz, ebben fogunk működni, itt kell majd azokat a rendezvényeket, a közösségi kulturális rendezvényeket lebonyolítani, amit már szépen előkészítettünk, csoda. Amikor már lehetett, akkor a makói lakosokat is bevontátok, és óriási volt az érdeklődés, hiszen több csoportban csináltatok tárlatvezetést. Milyen volt a fogadtatás? Igen, hát azt látni kellett volna, hogy az emberek arcán a ragyogás, a mosoly, az öröm, az őszinte öröm, hogy rácsodálkoztak, hogy tényleg milyen gyönyörű lesz. Ugye volt több vezetés már az építkezés során, a Bokréta ünnepen, utána is, és most februárban, de hát mindenki nagyon örül, mindenki el volt ámulva, hogy milyen csodaszép, milyen kellemes kis kuckók lesznek a könyvtárunkban, hát a gyerekkönyvtárról és a galériáról ne is beszéljek, de hogy tényleg mindennek lesz helye, és mindennek, minden klubnak, minden csoportnak. Én azt gondolom, hogy bárkit, bármi érdekel, szolgáltatni tudunk, segíteni tudunk neki. Nagyon-nagyon jó volt, pozitív volt a visszajelzés, hát különösen, hogy polgármester asszony tartotta a tárlatvezetést, ez még egy plusz grátis volt benne, de mindenkitől csak pozitív visszajelzéseket kaptunk. A közel 2 év alatt, ugye, a munkatársaknak nagyon sok dolguk nem volt ezzel az épülettel, azonban most úgy tűnik, hogy március 14-e óta folyamatosan bepotoljátok, nem csak a munkatársakkal együtt, hanem önkéntesekkel, diákokkal, hiszen hát egy 2 hónapja tart a folyamatos költözés. Hogy sikerült ezt megszervezni? Kell-e ennyi idő, és egyáltalán ugye szinte napra pontosan még 1 hónap van hátra, május 14-ig az ünnepélyes díjátadóig. Meglesztek, jól halad a munka? Igen, megleszünk. Ugye sok kritika ért bennünket, hogy túl hosszú lesz az időszak. Azt kell mondjam, hogy nagyon szoros az időszakunk, nagyon szoros munkatempót kell diktáljunk, és nagyon tartanunk kell azokat a mérföldköveket, amit saját magunknak beterveztünk. Tulajdonképpen ez a 90 ezer kötet, dokumentum, hangos könyv, zenei anyag, nagyon sok. Mennyiségileg is, folyóméterben is nagyon sok, és ezt megmozdítani a mostani helyen, és áthozni az új helyre, tehát ez egy dupla munka. Igazából nagyon jól bejáratódott 2016-ban ez a közösség, a könyvtárosaim, ugye akkor megvolt a próbaköltözés, mikor az ideglenes helyünkre kellett költözni, és annak a tapasztalatait szűrtük le, és tisztáztuk le, és vettük ki azokat a buktatókat, amit akkor megtapasztaltunk, úgyhogy én azt gondolom, hogy nagyon zökkenőmentesen, nagyon jól átgondolva zajlik a költözés, és nagyon jó ütemben. 22 ezer kötet átkerült az épületbe, most a szabadpolcos állományunkon van a sor, tulajdonképpen azt hozzuk, de azt már nem a raktárba, hanem már az eredeti helyére, a szép új polcokra teszik a kollégák, úgyhogy nagyon jól haladunk. A költészet napja alkalmából április 11-én lesz egy kis meglepetés kezdeményezésetek, amivel gyakorlatilag meg is mutatjátok, hogy hogyan zajlik ez, sőt, még bárki be is kapcsolódhat ebbe a jó kis ötletbe. Igen. A költözést is önkéntesek is segítik, és innen jött az ötlet. Költészet napja, József Attila, a névadónk, az intézményünk névadója, és mindenképpen ez a könyvtárosainknak is egy ünnep. És hogy a költözés azért ne álljon le erre az ünnepnapra, erre gondoltunk, hogy egy ilyen flashmobot találtunk ki, csatárláncba állva a korona épületétől az új épületünkig, kézről kézre adogatjuk a verses köteteket, ami én azt gondolom, hogy egy különös, ugye a költészet napja, a versek. Ilyenkor József Attila, mi egész nap róla beszélünk, róla emlékezünk.
Ez egy jó forma, ez egy különleges formája. Én azt gondolom, hogy nem minden évben fogunk ilyen kézről kézre akciót meghirdetni. Most ennek itt volt az ideje, várunk minden önkéntest, minden osztályt, minden felnőttet, aki éppen azon a napon ráér, és szeretné megnézni a könyvtárunkat, mert akik behozzák a könyveket, kézről kézre adogatják, azok természetesen egy kis meglepetés ajándékot is fognak hazavinni, és hát megtekinthetik már a félig beköltözött, félig feltöltött könyvtárunkat is, úgyhogy ez egy ilyen dupla élmény, József Attila kellemes élményével fogjuk azt a napot zárni. Hogyha már ezt említetted, ugye József Attila költészet napja ezer szállal kapcsolódott József Attila Makóhoz, nagyon sok mindent elmondhatunk róla, hiszen ugye itt végezte a tanulmányait, itt volt először szerelmes, itt írt bizonyos verseket, amelyek az itteni élményeihez kapcsolódnak, és ezen a napon, bár azt megelőzően is, hogyha jól tudom, már 10-én is megemlékeztek a költészet napjáról, ugye, ami április 11-e, az ő születésnapja. Igen. Ugye mi általában az Espersit házban kezdjük ezt a napot, 11-én, de 10-én egy kiállítással kezdünk. Nem József Attila kiállítás, de mégis költészet. Vörös Sándor jön hozzánk vendégségbe. Így van, ez egy kerek évforduló. Ugye az egész országban megemlékeztek róla, és hát most ideért hozzánk. Nagyon különleges, mert kevesen tudják azt Vörös Sándorról, hogy szeretett rajzolni. Ilyen ihletet kapott, elment barátaival, leült, és ott húzta a vonalakat. Nagyon egyszerű rajzok, de nagyon kifejezők, és ez a kiállítás, ez a vándorkiállítás fog hozzánk érkezni, amit egy kicsit át is alakítottak a kurátorok, mert lesz a Vörös Sándor életéről, illetve hát a munkásságának meghatározó helyszíneiről egy rövid filmvetítés, és utána pedig a kiállítást lehet megtekinteni, melyet ki is egészítünk néhány képzőművészeti alkotása, egy szegedi képzőművész hölgy készített néhány rajzot Vörös Sándor verseire, mindig József Attiláról beszélünk. Úgyhogy egy nagyon különleges kiállítással. Én azt gondolom, hogy így is lehet József Attilára emlékezni, nem kell direktben róla állandó kiállítást, ugye az Espersit házban az ő szellemiség, az ő szelleme ott van. Vörös Sándor is volt egy olyan nagy költőnk, és kell, hogy megismerkedjenek az itteni emberek az ő műveivel is, verseivel, illetve hát rajzaival, képzőművészeti. 11-én pedig akkor a könyvlánc. 11-én pedig 3:49-kor várunk mindenkit a Korona épület elé, és 9-kor kezdődik a kézről kézre akció. Én remélem, hogy lesz annyi önkéntesünk és önként jelentkezők, hogy egy élő csatárláncot tudunk a két épület között húzni, és egy nagyon különleges élményben lesz részük. Körülbelül egy órát el fog tartani, mert azért a verses kötetünk, gyűjteményünk elég nagy, és hát azt mind tovább kell adni, be kell szállítani. Hát reméljük, hogy nagy sikerrel fog ez is lezajlani. És hogyha jól tudom, akkor a városban még több program is kapcsolódik majd a költészet napjához, ugye a hagyományos József Attila gimnázium előtti koszorúzás, akkor idén először Osváth Ernő díjat adnak át, illetve a hagyományos medáliák díját adó, de természetesen erről majd mi is beszámolunk. Akkor további jó költözködést, és május 14-én, addig is biztos vagyok benne, hogy még sokat fogunk róla beszélgetni, de május 14-én az ünnepélyes megnyitón, ugye, akkor is mindenkit vártok, ugyanúgy, mint a könyvláncra. Áder János köztársasági elnök érkezik majd ide hozzánk a városba. Igen, az államfő fogja átadni. Igen, én mindenkit arra biztatok, hogy igaz, hétköznap és 14-e, de ez egy történeti esemény. Történelmi esemény a város életében, az itt lakók életében, a könyvtár életében, a kultúra életében. Úgyhogy mindenkit arra biztatok, hogy jöjjön és arra napra vegyen ki egy szabad napot vagy egy szabadságot, mert nagy élmény lesz. És hát az új épületünket már azon a napon birtokba is tudják venni. Nemrégiben emléktáblát kapott a kiszombori születésű vitéz Szűcs József alezredes vívómester a Dőzsa György általános iskola tornacsarnokában. A nagyszerű katona nem csak hazájának megvédéséhez, hanem az olimpiai vívóbajnoki sikerekhez is nagyban hozzájárult. Természetesen az ünnepségen mi is ott jártunk, ezt most meg is mutatjuk önöknek. Gera Pál, az oktatási intézmény egykori diákja vitéznótát adott elő az ünneplő közönségnek.
A jeles eseményen az egykori vívó mester fia, Szűcs Ágoston István is jelen volt, aki köszönetét fejezte ki, mivel soha nem gondolt arra, hogy édesapját ekkora megtiszteltetés éri, hogy egy márvány emléktáblát kap szülőfalujában. Sajnos a család főről nincsenek emlékei, mivel még csecsemő volt, mikor elhurcolták és felakasztották. Azonban a régi tanítványainak és a túlélő rabtársaknak az elbeszéléseiből tudhatott meg többet az édesapjáról. Egy rendkívül kemény, tehát mondjuk így egy katonatisztől elvárható módon a keménység, a tisztelet és a törődés az benne volt, sőt olyan annyira, hogy ezt köszönhetem az édesanyámnak, aki azért, ha önök el tudják azt képzelni, hogy egy ötgyerekes családanyától vagyonvesztés, hazárlás képkedés vágyával ítélték el, és vagyonvesztés, osztályidegenné válás, tehát minden, ami el lehet képzelni, hogy egy ember, egy család tönkre van téve, egyedül felvallott valami olyan hihetetlen dolgot, ami csak a kettőjük viszonyai szeretete vihetett és a hite. Eznek köszönhetjük, hogy egyáltalán létezhettünk utána. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy az ő lelkisége és a kedves édesanyám, illetve a felesége lelkisége hihetetlen sokat segített. Szűcs József életében a vívásban is kiemelkedőt alkotott, nem csupán maga bánt kiválóan a karddal, hanem nagyszerű sportolókat is kinevelt. Aki olyan nagyságokat edzett és tanított, mint Elek Ilona, mint Kárpáti Rudolf, közelíthetek arra a kiváló vívómesterre, aki Borsodi László tanítványaként a Magyar Királyi Honvéd Sportoktató Tanfolyamnak az egyik kiválósága volt, és közelíthetek úgy, mint egy édesapára, akit a születésnapján feleségem elől vittek el letartóztatni az AVH. Sok irányból lehet közelíteni, bárhonnan jövök, mindenhonnan egy igaz magyart, egy kiváló katonát, egy hazafit és egy nagyszerű vívómesterrel találkozom, aki minden megnyilvánulásában, minden rezdülésében, minden gondolatában igaz magyar ember volt. Ezért fontos ez a mai nap. Szűcs Ágoston is van egy számára kedves történetet is megosztott édesapja vívásáról. Szanteri olasz vívómesternek a termébe is ő maga is járt tanulni. Ellenben később Szanteri mesternek az volt a véleményéről, hogy látszik, hogy katona vagy fiam, mert te csak támadsz, de nem védekezel. Tanulj meg védekezni, hogy tudj támadni. Ez azért érdekes és aranyos, mert tényleg megtanult támadni, úgy, hogy védekezni is kellett, és végül is, ami ebben a szakmai tudásában, vagy a szakmai értékeit kiemeli, hogy a Szanteri mester neki adta át a vívótermet. A település polgármestere az ünnepségen kiemelte, bár az iskolában nem oktatnak kardvívást, azonban a településen tanuló fiatalok számára jó példa és motiváló személy lehet Szűcs József. Kitartás, ez a mi példa a gyerekeknek, és szerintem a sportot bármelyik területen művelni kell, egészséges életet kell élni, és azt hiszem, hogy erre a Szűcs József példája is mutatja azt, hogy hogyan lehet ezt megtenni. A jeles eseményen egy fényképekből összeállított montást nézhettek meg a jelenlévők, majd végezetül a Magyar Szabja Vívóiskola tagjainak bemutatójával zárult az ünnepség. Thank you.
A Marosvidék Baráti Társaság neve jól csengmál talán mindenki fülében, hiszen közel 20 éve a térség kulturális folyóiratát ők szerkesztik és adják ki. Azonban most nem ebben a témában érkeztek ide hozzánk. Az alapító tag itt van velünk, Vargáné Nagyfalusi Ilona, és Vajka Petra is megtisztelt bennünket, hiszen immáron 5. alkalommal kerül megrendezésre a Kreatív Húsvét, amely nem csak Makó városához, hanem Apátfalvához is kapcsolódik. És természetesen mi itt most a társalgóban, ahogy ígértük a kedves nézőknek, készülünk a húsvétra, az önök a ti segítségetekkel, hiszen nagyon sok mindent hoztatok. Egy picit erről a szerveződésről, a baráti társaságról, hogyha hallhatnánk, fogadtok-e még be tagokat, lehet-e hozzátok csatlakozni, hogyha valaki ez a beszélgetés után kedvet kap, hiszen amiket itt látok az asztalon, ez alapján megalapozottnak tűnik ez a kérdés, mert fantasztikus dolgokat hoztatok. A Marosvidék Baráti Társaság 19 évvel ezelőtt alakult, Szilágyi Sándorné Rózsa, történelem tanár volt ő, és őneki az agyából pattant ki ez az ötlet, hogy jó lenne azt a sok írásos anyagot, azt a sok cikket, amit a történelem tanárok elkészítettek, valamilyen írott formában megjelentetni. Így indult útjára a Marosvidék folyóirat. A Maros egész vidékéről, illetve a térségből fogadunk cikkeket, írásokat, verseket, de ugye rajzok, képzőművészeti alkotások is szerepelnek a folyóiratban. Hány tagot számláltok mostanság? 100-on fölül van pillanatnyilag a tagság, de állandóan bővül. Például itt mellettem is Petráék, önálluk a család tagja, és ugye nagyon örülünk a fiatal tagoknak. Így van, korosztályát tekintve is így van, felmerül a kérdés, mert hogy valóban Petra nagyon fiatal, de gondolom, hogy hasznos tag is. A csapatban, és jó, ha jönnek fiatalok is közénk. Mitől kaptál kedvet? Akkor ezek szerint a szüleid után mentél így a csapatba, vagy kerültél be? Hát igen, ugye a szüleim tagok, és hát már idén 4 éve megkerestek, hogy nem lenne kedvem segíteni ebbe a húsvéti készülődésben, mert tudták, hogy én is szeretek kézműveskedni, és hát nagyon szívesen elvállaltam a felkérést. És ha jól tudom, akkor nem csak saját termékeket, saját tárgyakat készítesz a kézügyességed által, hanem gyerkőcöket is bevonsz, ugye, és megmutatod nekik a tudományt ilyenkor egy-egy ünnepkör kapcsán. Igen, igen, hát az elsődleges az az, hogy próbálok valami olyasmit kitalálni, ami egyszerű, de mégis érdekes, és hát ugye leginkább a kisiskolások, vagy akár óvodások korosztályát is megfogja. Sőt, nagyon jó pofa kis, hát mondhatom plüssöknek, de talán fonalból készült, ugye? Igen. Ez is a te kezed munkáját dicséri, és hogyha már húsvétről beszélünk, akkor láttam, hogy tyúkanyót, nyuszit, csibét hoztál, megmutatod Ricsi kollégánknak ezeket? Illetve az elkészítési módjáról beszélsz egy kicsit, hogy mennyire lehet ezt elsajátítani könnyen mondjuk a gyerkőcök számára? Persze. Hát a fonálból készült állatkákat, azokat igazából nagyon egyszerű elkészíteni, mert hát egy vékonyabb és egy vastagabb, hát akár vonalzó is elég, amire feltekerjük a fonalat, azt összekötjük, és már kész is a két pompom, míg a szemet ráragasztjuk, a füleket kivágjuk, és kész is. És hát ez nagyon tetszett 2 éve a kisgyerekeknek, akikkel elkészítettem. Több kiló fonál ráment az elkészítésre. A bárányt pedig az első évben csináltam, az igazából egy papír alapra van, felragaszgatva kis vattagolyók, és csipeszből van a lába. Így meg is áll, és akár kis névtáblaként is használható. Fantasztikus. És akkor a kis pihepuha, a kis csibék, ugye? Igen. Hát az is ugyan azzal a technikával készül, mint a nyuszi, csak itt nem füleket vágunk rá, hanem kis talpat és csört. Azonban nem csak gyerekeket, ugye általában azért ezek a kézműves foglalkozások gyerekeknek szólnak elsősorban, de itt inkább fordított a helyzet, ugye? Itt felnőttek ismerkedhetnek meg mindenféle kézműves mesterségnek a csínyával, binyával, és itt a mindenfélén van a hangsúly, ugye? Mert nem csak tojás, nem csak fonából készült kis állatkák, hanem nagyon sokféle minden megjelenik majd a kínálatban. Felfigyeltünk a baráti társaság tagjai között, hogy milyen sokan vannak, akik a kézművesség egyik-másik ágához értenek.
és akik pedig nem értettek semmihez, ők fogalmazták meg, hogy tanítsatok meg minket is. Tehát fölnőttek, 50 évesek, 40 évesekben jött elő a gondolat, hogy az ünnep előtt nem vásárolni szeretnének lakásdíszeket, hanem maguknak elkészíteni. És így indult ez a kezdeményezés 5 évvel ezelőtt, hogy akkor összefogunk, és a csapat tagjai közül, akik tudnak valamilyen kézműves tevékenységet bemutatják, a többieknek lehetőséget adva a megtanulásra. Mik ezek mondjuk el? Látom, itt textilekből készült csodák vannak, gyékényből, edényalántétek, kosarak, újságtartók, ajtókopogtatók, és aztán majd utána rátérünk itt a húsvéti tojásokra is. Jól soroltam fel ezeket? Igen, Apátfalváról jön több kézműves, illetve Makóról is. Igyekszünk a természetes anyagok felhasználására, tehát bőrből, aztán a fűszfavesszőből, csuhéból, ugye a tojás és a textil, azok pedig az örök slágerek. Ezekből mindből dolgozunk. Vannak, akik bemutatót tartanak, például a csipkeverés, mint egy nagyon ritka tevékenység, az is látható ezen a kézműves foglalkozáson. Csak elkészíteni lehet, vagy meg is vásárolni ott a helyszínen ezeket a termékeket? Lehet vásárolni is, tehát van arra is lehetőség. Aki bátrabb, az maga is nekifoghat és kipróbálhatja. És ugye a kisgyerekek különösen örülnek, hogyha hazavihetik ezeket a dolgokat. Tehát amikor elkészülnek, azokat a dolgokat utána haza lehet vinni, és a kis szobájukat díszíthetik velük a gyerekek. Mert hogy ezt ugye mindkét helyszínen az önkormányzat támogatja. Apátfalva község önkormányzata, a faluházban kerül megrendezésre szombaton, délután a program, illetve Makón a hagymaház állt mellén kezdettől fogva, hogy ők szívesen biztosítanak nekünk helyszínt. És így mind az 5 évben a hagymaház aulájában rendeztük meg ezt a programot, idén pedig vasárnap délelőtt fogjuk. Petra, próbálkoztál már tojásfestéssel? Elkápráztattad már a fiúkat, a lucsolkodókat? Hát igen, már többször próbálkoztam tojásfestéssel, és hát hogyha időm engedi, akkor én is kipróbálom, amit itt ezen a kézműves délutánon ki lehet, de hát sajnos erre nem sok. Melyik módszerrel? Mert itt az asztalon azért többféle módszerrel készültek. Azt fogom a kezedbe adni, hogy megmutasd majd a nézőknek is. Igen, hát leginkább, ami legjobban sikerült, az már a dekupázs. Aha, akkor ezt adom, pont az, amit megfogtam, ugye? Akkor mesélj erről, hogy hogy készül. Igen, hát ugye, hát vagy lealapozzuk a tojásokat, vagy lehet akár csak szimplán a letisztított felületre is. Uh-huh, meg is mutathatod. És hát a szalvétának a legfelső mintás rétegét használjuk föl csak, és hát alulra is kenünk egy ragasztó réteget, majd minél szebben, ugye megpróbáljuk feltenni rá a szalvita réteget, és utána még egy réteg ragasztóval lekenjük. És ennek csak a képzelet szab határt, illetve ugye a kínálat, ami a boltok polcaimban a szalvétát tekintve, tehát bármit rá lehet ragasztani és dekopázsolni a tojásokra. Ezek hungarocell tojások, vagy pedig kifújt tyúktojások? Nem tudom. Lehet mind a kettőre? Igen, egyébként lehet. Lehet. Igen, de mi ugye a természetesség hívei vagyunk, és amit lehet, az eredeti anyagból, természetes anyagból készítünk. Így, amik itt én általam, amik készítve vannak, azok mind tyúk tojásból. És a kifújással pedig, ugye tartós lesz. Igen. Itt pedig a hagyományos írókával készült, ezt is odaadom, hogy megmutassuk a kamerának. Ugye még dédnagymamáink, nagymamáink, sőt, még hogyha visszább megyek, akkor is ők is ugyanezzel a módszerrel, az írókázással készítették és festették, rajzolták meg a tojásokat. Ezek a motívumok, ezeknek van Apátfalvához vagy Makóhoz köze, vagy mik szerepelnek rajta? Hát igaziból én könyvekből vettem ezeket a mintákat. Ugye ott föl vannak sorolva, hogy van a gerebjés, van a zöld ágas motívum, tulipános motívum. Ezeknek ugye régen tudták a jelentését, hogy védő jellegű motívum, vagy pedig termékenységvarázsló, vagy a gazdagságot segíti elő. Mi már ezeket most csak rajzoljuk az őseink után. És akkor erre is megtanítotok mindenkit. Szombaton Apátfalván, vasárnap pedig a hagymaházban. Hát tojásfestés nélkül nem múlhat el egy húsvéti rendezvény. Igen, hiszen hamarosan ugye egy picit több, mint 2 hét múlva húsvét van, úgyhogy ideje készülni rá.
Köszönjük szépen, hogy itt voltatok, és a stáb természetesen megy, úgyhogy utólag is megmutatjuk, hogy milyen csodákat készítettetek majd. Mindenkit szeretettel várunk. Az imént látott tojásokból nyerhetnek tőlünk, hogyha játszanak velünk, adásunk végéhez értünk, azonban még elmondom játékkérdésünket. Két szimbólumot várunk, amely a húsvéthoz kapcsolódik, és akkor, ahogy az imént említettem, kézműves tojást, Makói moziba jegyet, Hagymatikumba belépőt a Szegedi Nemzeti Színházba. Ugyancsak kétszer két belépőt sorsolunk, és a Szilveri terembe is adunk 2000 forint értékű utalványt. Érdemes lesz velünk játszani. Írjanak nekünk a 0630-447-1464-es SMS írószámra, de természetesen Facebook oldalunkra is várjuk a helyes válaszokat. Egészen jövő hét szerdáig érdemes velünk játszani. Én már a megköszönöm figyelmüket, jövő héten újra már a húsvéti készülés jegyét. Ebben zajlik majd a társalgó, akkor is várjuk Önöket, további szép estét kívánok, viszontlátásra!